Az egészségügyi világszervezet szerint minden diáknak szüksége van legalább napi egy óra fizikai aktivitásra. Szerbiában jelenleg az általános iskolásoknak heti 3 testnevelés órájuk van, a középiskolásoknak pedig 2. Az intézményen kívül kevesen sportolnak, illetve végeznek más fizikai aktivitást, ez pedig nem egyezik az elvárásokkal, fogalmazott Takács Dániel. Mi meg lennénk elégedve, hogyha bevezetnének legalább még egy órát, szóval hogy hetente a diákoknak legyen legalább 4 órájuk, mert tényleg nagyon észlelhető, hogy nagyon sok problémájuk van, ami a testsúlyt illeti, a testtartást. Persze ne beszéljünk arról, hogy mennyire növekedett a cukorbetegség, a szív és az érrendszer problémák a diákok körében. Mivel nincs minden iskolának tornaterme, fokozottan kellene bevezetni ezeket a testnevelés órákat, amelyeket akár a természetben, vagy lehetőség szerint úszodában, jégpályán is meg lehetne tartani, tette hozzá Takács Dániel.